Minden szentek ünnepével és halottak napjával emlékezünk az elhunytakra. Az elhunytak többnyire a temetőben vannak, és magukkal vitt mindegyikük egy-egy hosszú, kimerítő, eredményekkel vagy kudarcokkal teli életet, volt akinek viszont nem adatott meg annyi idő, hogy mindezeket elmondhassa, vagy mindezeket felhalmozhassa. Minden esetre a temetők azok nem csak az emlékekről és az elmúlásról beszélnek, hanem mind arról is, amit ezek az emberek itt hagytak közöttünk. Helytörténeti, történeti, vagy akár csak családtörténeti jelentősége van minden egyes fejfának, azon szereplő minden egyes névnek és minden egyes évszámnak. Ellátogattunk a megyeri temetőbe, és Újpest nevezetes halottjait, legalábbis egy részüket, amennyit tudtunk, megörökítettünk, a sírköveiket fölvettük, és itt a stúdióban pedig beszélgetünk Szőlősi Mariannal, a helytörténeti gyűjtemény vezetőjével, akit szeretettel köszöntök a stúdióban, kezdjük sokan. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó napot kívánok! A megyeri temető látszódik a régi térképeken, ezt meg is fogjuk egyébként majd mutatni. Eredetileg nem pontosan azon a helyszínkiosztáson szerepelt volna, vagy létezett volna, mint ahogy most ismerjük. A Fóti út felől lett volna neki a főbejárata. Az most egy olyan parcella, egy olyan terület, ahonnan nem lehet direktbe, vagy legalábbis főbejárat szintjén megközelíteni a temetőt. Egy néhány szót váltsunk a temető történetéről először. A régi temető, ugye azt általában ismerik, hogy ez itt volt a Pozsonyi út mellett, tulajdonképpen az Esztergomi vasút és a mai Dugonics csatca környékén. Igazándiból megtelt 1910-re. Ennek volt katolikus része és volt zsidó temető része is, amely egyszerűen már nem bírta a megnőtt város halottainak az elhelyezését. Ezért az akkori városvezetés egy új helyet keresett erre. Károlyi László, az alapító Károlyi Sándor unokájáról van szó, aki akkor vezette a birtokot, kedvezményes áron felajánlott egy területet. Az akkori külterületen, ugye a régi Fóti főút mellett, egészen a Szilaspatakig bezáródó részen, igazándiból inkább a téglagyári útig vezetett ez a terület, a Megyeri út mentén, a mai Megyeri út mentén, ahol kijelölte ezt a körülbelül 27 hektáros területet, amelyet kedvezményes áron a városnak adott. Itt indult el 1921-ben, tulajdonképpen akkor nyílt meg az akkor rendezett terület, fákkal beültették, tehát valamiféle sírkerti adottságokat létrehozva, megépítették a kerítését, és tulajdonképpen ugyanebből az évtől kezdődően egy részében még kertészetet is kialakítottak. Ez a mai Revicki utca és Megyeri út sarka melletti terület. Viszont az egész temető az a Fóti úttól kezdődött volna, de nem oda kezdtek temetni, mert hogy a Megyeri úton a mai főbejárattól még a Szilaspatak felé pár méterrel építették meg a falba, tehát a kerítés falba építve az első ravatalozót. Tehát nyilván a ravatalozó környékén kezdték, vagy az ahhoz közeli területen kezdték el a temetést. Ez tulajdonképpen ez a ravatalozó egészen a 40-es évekig működött, akkor egy elég komoly árvíz során olyan mértékig megsérült, hogy 1940-ben, de már nyilván terveztek egy nagyobb ravatalozó építését, és akkor kezdték el a mai ravatalozónak az építését, tehát nem a mai állapotában, egy kisebb, egy raktárrészsel kisebb területen épült meg a mai ravatalozó. És hát nyilván, ahogy a halottak száma növekedett, úgy terjedt két irányba a temető, a ravatalozó mentén, és hát érte el azt a formát, amit mainak nevezhetünk, bár ugye a 40-es, 38 után, a 40-es években ugye az Oncsa házak részére egy elég komoly területet, a Fóti út és a mai Revicki utca által határolt területeket, a Baross utcától és a Megyeri útig, kijelölték nagycsaládos programban, ez egy országos program volt, ugye az Országos Nagycsaládos Egyesület építette ezeket a házakat föl, és ezért leválasztották a temetőről. Kezdjük el a sétát a temetőben, ugye először is találkozunk a Mindenki keresztjével, amelyről majd még fogunk beszélni néhány szót,
De hogyha azt elhagyjuk a főbejárattól jobbra, azonnal ott van egy obeliszk, amely Lépstük Máriának állít emléket. Kevesen tudják egyébként, talán itt Újpesten is, hogy mi minden fűződik az ő nevéhez. Amikor ott voltunk forgatni, akkor az egyik temetőbe kilátogató hölgy köszönt nekünk, nagyon kedves volt, és mondja, hogy hát a Lépstük Mária utcánál ott fordult a villamos, és ott volt régen egy kocsma, ami még most is megvan. Úgyhogy tehát ő is valahova tudta egyébként kötni Lépstük Máriát, aki meg a könnyedebb színházi irodalmat kedveli, a Mária főhadnagy című operettből ismerheti őt, de hát nem egy könnyed színházi darabba kívánkozik az ő élete, aki 18-19 éves korában már katonai rendfokozatot szerzett a 48-49-es szabadságharcban, erős bécsi kötődéssel, családdal, gyökerekkel rendelkezett. Meg lett volna neki a megalapozott élethez minden, amire csak szüksége van neki, és ő mégis lóra pattant huszárruhában. Mi az ő története néhány percben? Hát még, és ami ennél még érdekesebb, hogy tulajdonképpen igaz, hogy bécsi nagybátyáéknál nevelkedett és élt, de igazándiban Zágrábban született, tehát ő horvát származású volt, és meglehetősen érdekes a történet, mert ugye 48-49-ben az egyik legnagyobb ellenfél ugye a horvát csapatok voltak, ugye Jelasics nevét talán mindenki ismeri. Jelasics még fontos lesz Lépstük Mária életében, akkor, amikor megtorlás várt egyébként rá. Bizony, bizony. Elég komoly, a gyerekével együtt akarta az ablakon kidobatni, második emeletről. Tehát nem nagyon, hogy mondjam, egy olyan mélységig ellentét ez, hogy ő beállt a magyarok oldalán a 48-as szabadságharcba, ami azt hiszem az egész életét tulajdonképpen meghatározta a későbbiek során is. Hát huszárfőhadnagy volt. Én arra gondolok, hogy ő egy fiús leányzó volt, elég komolyan. Nagyon tehetséges volt a harcművészetekben, bátor volt, időnként én azt mondom, hogy vakmerő, mert voltak olyan hadi események, amikor például főhadnaggyá nevezték ki, akkor elég komoly utánpótlás mennyiséget mentett meg a császáriaktól, és szállította aztán Klapkához. Végül is az az igazság, hogy olyan, hát hogy mondjam, olyan fegyvertényeket hajtott végre, amik hát akkoriban egy férfi számára is jelentősek voltak, ha előbbre akart lépni a hadseregben. Ugye, és anekdotikus például az a jelenet, amikor egy szállítmányt védve, a sárba ragadva, csizmával, félig mozgásképtelen állapotban támadják meg férfiak, és úgy küzd velük egyébként, hogy ha jól tudom, akkor kettőt komolyan megsebesít, egy megörül, hogy el tud szaladni egy olyan nőtől, aki a sárba van éppen beleragad vagy csinik. Ez így van, és ráadásul ugye elmegy, és ő maga vesz rá egyszerű parasztembereket, mert ugye a kísérő katonái megfutamodnak a császáriak elől, és akik aztán valahogy ökrös szekérrel bevontatják ezt a hatalmas mennyiségű muníciót, amit ő hát kvázi majdnem egyedül véd meg. Ugyanez van a Verpelléti csatánál, ez korábban történik, amikor ugye a sebesült huszárokat viszi el a hátországba, maga is fejsebbel küzdve, tehát egy erősen vérző vágással a fején gyakorlatilag felvállalja azt, hogy biztonságban helyezi a sebesült honvédeket, akik között azért nagyon sokan voltak olyanok, akik járásképtelenek voltak. Ugye hadi körülmények között a hadi világból származik neki a férje is, amelyből született egy gyermek, úgyhogy Lépstük Máriának a férje ezt a gyermeket tulajdonképpen felnőtt koráig nem láthatta. És a későbbiek során akkor volt talán egy találkozásuk. De ezek után pedig Lépstük Máriának menekülnie kellett a gyermekével együtt. Hát alapvetően ugye ez volt az ára, hogy ő és a gyerek életben maradhatott, mert ugye terhesen került Aradra, a férjével együtt ugye elfogták, ahol a férjét életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ugye Jónek Józsefet, tüzér főhadnagy volt, és ő lemondott a családról, lemondott Máriáról, lemondott a gyerekről azért, hogy ők ugye élhessenek. Na most Máriát a terhességére való tekintettel, meg hát a frissen született gyerekkel száműzték Zágrába. Hát elég komoly büntetés volt ez neki, mint az elején, ugye a beszélgetésünk elején ez elhangzott. A saját a saját családja nem fogadta vissza. Nem. Ugye az egy anekdotikus jelent, hogy a testvére talán azért maradt életben, mert hogy lendítette rá a kardját, maga Lépstük Mária, a menyezetben megakadt az a kard, olyan szintű volt az ellentét köztük. Nagyon komoly.
volt, ezért aztán tulajdonképpen a büntetése letölte után 1850-ben, tehát amikor már enyhült egy kicsit a megtorlásnak a véressége, akkor ott is hagyta a családját, és ugye Győrbe telepedett le. Bocsánat, a Bécsbe futó Gyáva Jelasics, aki egyébként szegről végről valamilyen családi kapcsolatban is átlép Stükékkel, milyen szerepet játszott később a megtorlás idején, amikor nagyon számkivetett, minden tekintetben számkivetett helyzetben volt Lép Stükk Mária és a gyermeke ott Horvátországban, Zágrában? Hát nem örült neki, de minden esetre a gyerekre való tekintettel érdekes módon kiállt mellett. Tehát végül is akkor ő már horvát bán volt. Tehát a törvény maga azt mondta, hogy ne bántsátok a nőt, nem tisztelték meg. Tehát erről szó nincsen, megtűrték. Megtűrték a gyerekkel együtt. De hát mondom, alapvetően egy évig, másfél évig volt csak Zágrában, és utána ő el is menekült. Érdekes volt, hogy én azt gondolom, hogy ezt ugyan kevesen tudják, a horvátok mélységesen tisztelik Jelasics bánt, de ő egy igazi, régi vágású lovag volt. Tehát ő azt mondta, hogy fegyvertelen, védtelen, gyermekét védő nőre nem támadunk. Tehát őt nem. Talán ez lehetett az, ami miatt Mária végül is életben maradt, nem zárták börtönben, és nem hurcolták meg nagyon. Tovább sétálunk Ugró Gyulának a sírjánál tartunk, aki Újpest első polgármestere volt. Bevallom őszintén, szép lenne, hogyha Újpest első polgármesterének a sírja és a környezete rendezettebb lenne, mint amilyennek most látjuk. De ez messzire vezetne a beszélgetésnek ez a szála, és nyilván sok ágaboga van, nyilván itt szó van a családról is, meg szó van arról, hogy a város mikor, mit és kinek az érdekében hogyan tud vállalni. De Ugró Gyula, aki így aztán az egyik, hogyha így vesszük, igazán emblematikus szereplője Újpest életének, hát ő nem újpesti, legalább Pest megyeiben Nagykőrösről származik. Hogy került ő ide, és hogy lett ő az első polgármester? Egész fiatalon költözött a családja Újpestre, tehát ő már a középiskolás éveiben itt élt, nem ide járt, tehát nyilván akkor még nem volt még gimnáziuma sem Újpestnek. Viszont egy eléggé agilis, nyitott, érdeklődő fiatalember volt, némi művészi ambícióval, ami aztán utána ki is derült, mert ő ugye zenét írt, verset írt, sok minden mást is, azon kívül, hogy politikussá lett. És már az akkor megindult önképzőkörnek egy elég jelentős tagja lett, amikor valamikor az 1870-es években alakult Újpesten az értelmiségi, akkor új értelmiséginek számító ifjakból egy közösség, akik valóban önképzéssel foglalkoztak. Tehát itt klubesteket tartottak, előadták a saját szerzeményeiket, avagy másét, tehát volt itt színház és minden egyéb, könyvtárat állítottak, hoztak létre. Hát ugye, tudjuk, ez jelentett a társaságot annak idején Újpesten, ez volt a társaság. Hát igazándiból nem volt közösségi helyük sem, általában vagy magánházaknál, vagy egy-egy kávéházban, vagy hát nevezzük elegánsan, vendéglőbe jöttek össze, aminek aztán hát ugye klasszikusan az eredménye az lett, hogy létrejött a közművelődési kör, ezekből a három kisebb művelődési egységből létrejött a közművelődési kör, ami aztán elég meghatározója lett a Újpest történetének egyébként későbbiek során, ez az egyesület, és hát létrejött a mai polgárcentrum, ugye megépítették saját maguknak a helyüket is, ahol ugye élni és dolgozni tudtak, összejönni, alkotni. Végig elég komoly szerepe volt Ugrónak ebben a társaságban. Olyannyira, hogy elég hamar ő újságírással is kezdett foglalkozni, létrehozott egy Társadalmi Lapok nevezetű újságot, amely Újpestnek az egyikek, az elsők között létrejövő heti lapja lett, amely közéleti hírekkel szolgált. Borzasztó, ma is nagyon-nagyon kiváló forrás. Meg kell, hogy mondjam, elég sok olyan eseményről ír, véleményt formál, amelyekről egyébként nem is tudnánk ebből az időből. Hát aztán természetesen ugye, hogy a közéleti szerepe megnőtt, elvégezte az egyetemet, jogász lett,
Szinte egyenes út vezetett arra, hogy ő ugye képviselő legyen, aztán bíró, tehát abbont, hát azt mondom, hogy egy olyan szituációba került a bírói testület élére Újpest faluban, nagyközségben, amely pont azzal foglalkozott, hogy ugye dolgozzon azon, hogy Újpest lakossága már elég komoly létszámú. Legyünk város, itt vagyunk a főváros mellett, stb. Ez messzire vezet, ipari háttere van, gazdasági háttere van, ügyintézési háttere van, és beadták ezt a kérelmet. Nem rögtön, 1907-ben lett ugye Újpest város. Hát ki más legyen a polgármester, mint az utolsó bíró, aki egyébként nagyon jól ellátta a feladatát. Semsei Aladár főjegyzőként dolgozott. Későbbről beszélünk, aztán ő is Újpestnek a polgármestere lett, az ő nevéhez pedig olyan intézményfejlesztések kapcsolódnak, amelyek teljesen meghatározták a városnak az életét. Semsei egyébként érdekes módon kerül ide, ugye? Kormánybiztos lesz 1920-ban, tehát magyarul az új kormány és a forradalmak, első világháború, meg ez a polgári forradalomnak, meg kommunista időszak után helyreállítóként kerül ide. Tehát mondhatnánk azt is, hogy és külső, nem ismerik. Nincs múltja Újpesten. Erdélyi származású, aztán a fővárosnál dolgozott. Tehát, annyiban van ennek talán jelentősége. Nem tudom, nem akarok főleg kocatörténészkedni, nem? De hát éppenséggel a trianoni döntés után nagyon sokan Erdélyből, Székelyföldről. Igen. Újpestre érkeztek, mert hogy itt még le tudtak telepedni, itt még helyek közel megfizethető volt, az iparukat azokat tudták űzni egyébként, szerettek volna nyilván egy többen maradni többen, és ő is nagyjából ennek az áramlatnak. Meg viszonylag olcsón lehetett itt letelepedni, azért a fővárost megcélozva, tehát akkor már inkább a főváros környékére, tehát nem csak Újpest volt ilyen, de ugye a pilisi községeket ismerjük. Őnála ugye egyértelmű volt, hogy ő maradhatott volna, nagyon jó adminisztrációs beosztása volt Brassóban, Vármegyében, de nem egyezett ki a román kormánnyal. Tehát őnála egyértelmű volt. Ugye föl kellett esküdni az új román alkotmányra és a kormányra, vagy különben úti lapú, és még akkor olcsón megúszta. Úgyhogy ő ezt megelőzendő már szóba se került, tehát ide került. És kormánybiztosként ugye 20-ban, amikor ide került, 22-ig, tehát 2 évig, gyakorlatilag hát a helyreállító munkát, a politikai, gazdasági helyreállító munkát végezte. Ez nem volt mindig egy hálás feladat. Nem. És nem is övezte mindig túl nagy megbecsülés. Ami az érdekes, hogy őt abszolút elfogadták, tehát nyilván nem csinálta ezt ő rosszul, mert utána 18 évig, tehát 1938-ig folyamatosan polgármester, többször választották újjá. Tehát mai szemmel nézve az egyik leghosszabb ideig regnáló polgármester volt, ugye egy ember előzte meg, de hát Dercze Tamás már egy egészen más korszak embere. De tulajdonképpen ez a 18 év mutatja azt, hogy egy rendezett tanácsú városból megyei jogú város lett, olyan közlekedéssel, olyan iparral, olyan hagyományokkal és olyan politikai, történeti megbecsüléssel lett ő az, hogy az ő idejében lett ugye elsődlegesen, ami nagyon fontos, hát persze létrejöttek különböző sportlétesítmények is, de az, hogy a szabadságharc mellett egyértelműen letette a voksot, tehát a szabadság az eszméje mellett, azért ezt tanúsítja az, hogy az összes honvédtábornok, aradi vértanúról utcák voltak elnevezve, emléket állított neki. Lepstük Máriát külön eltemették, újra obeliszket állítottak neki, sőt ugye a régi temetőben volt az ő eltemetve még. Itt a Pozsonyi úton is átszállították, obeliszket állítottak neki. Tehát minden olyan jelentős személyiség előkerült. Azért, hogy az emléktáblára utalok a Városházán, ugye? Azt mindenki ismeri. 32-ben még annak is emléket állított, hogy hogyan vonult itt át Görgei csapata. Tehát ezek gesztusok voltak? Volt. Biztos. Az ő részére? Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy persze, nyilván volt ebben ilyen is, de alapvetően azért azt figyelembe kell venni, hogy ez a város úgy jött létre, hogy polgári alapokon.
Az első pillanattól kezdve megbízta Úró Gyulát, a régebbi elődjét, ugye, hogy úgy dolgozza fel Újpest történetét. És ha másból nem, akkor ebből ő tudta, hogy az első pillanattól kezdve Újpest lakossága a honvédsereg mellé állt. Tehát eszmeileg abszolút támogatta, egyetértett vele. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez politikailag sem volt neki rossz, de ugyanakkor valószínűleg nyilván ő is abszolút egyetértett ezzel. Nagyon eltérő két életút, közéleti életút, Ugró Gyulái és Semsey Aladári. Ugye Ugró Gyula úgy lett már polgármester, hogy évtizedek óta megbecsülés övezte itt, Semsey pedig ugye, ahogy említette, és úgy került ide, hogy a kutya nem ismerte kis túlzással. Azokat az ide menekülő erdélyeket meg székelyeket leszámítva, akikkel együtt jött, és később mégis kivívta magának. Sőt, hát ugye Ugró Gyula egy kicsit kompromittálta magát ugye a 19-ben, amikor igen, visszahívták polgármesternek, de ettől is tudta magát függetleníteni, szóval az, amit az ő érdemeit azért nem felejtették el az itt lakók. Hogyha már a szabadságharc, forradalom és szabadságharc környéke 19. század közepe, akkor mindenképpen említsük meg még Éber Nándort is, aki hát szintén egy rendkívül kalandos életutat tudhat maga mögött. Ugye ő diplomataképzős volt, ami abban az időben egyáltalán nem volt annyira magától értetődő. Más pályákról egyébként sokan a diplomáciai testületben kötöttek ki, de aki céltudatosan, kifejezetten ennek tanuljon, az ritkább volt. Emellett volt ő újságíró, volt ő haditudósító, de a Debrecenben a forradalmi bizottmány mellett munkát végzett, természetesen a forradalom és a szabadságharc eszméit támogatta, aztán később török szolgálatban is, és a keleti háborúban is, onnan Angliába a Times-ot tudósította, úgyhogy hát ő is egy kalandfélbe élő figura. Igen, tulajdonképpen érintőlegesen van Újpesthez köze, azért azt el kell mondani. Ezzel együtt nyilván egy olyan fiatalemberről van szó, aki megint első volt valamiben, mert a klasszikus értelemben vett haditudósító az ő volt. Tehát az, aki effektív részt vett a harcokban, akár a krími háborúban, akár ugye Garibaldiról ugye többen tudnak, hogy Tűr István mellett, egy 48-as tábornok mellett, vagy Kmetti mellett ugye a törökországi időszakában, komolyan részt vett ott csatákban, tehát ő amiket leírt... A tűzvonalból tudósított. Abszolút, abszolút. Tehát ez valószínűleg ezért is akadt meg a Times szeme az írásain, és fogadta őt föl valójában tényleg egy alkalmazott haditudósítónak. Azt, hogy ő aztán 67-ben hazajött, azért ez is jellemző, hogy ő is kötődött ugye azért az országhoz, és nem tudta elképzelni az életét hosszú távon külföldön. Nagyon sok nyelven beszélt, tényleg a német, francia, olasz, angol mellett még törökül, arabul, perzsául megtanult. Az összes nyelven, aminek kémek egyébként, igen, beszélgettek. Pontosan. Zárójelet bezártunk. Kiválóan. No, tehát 67-ben, amikor hazajött, akkor nyilván ő országgyűlési képviselővé választottak, ismert volt a neve persze Magyarországon is. És ami érdekes még, hogy hozta a tőkét is. Szóval azért neki voltak angliai kapcsolatai, és amikor a Magyar Nemzeti Bank létrejött, ugye, 68-69-ben, akkor a komoly befolyással bírt ennek a létrehozásában. Ugyanakkor viszont visszavonultan, írásaiból élt, színházkedvelő volt, sajnos elég betegen egy baleset érte. És ami érdekes, hogy nem itt temették őt el, hanem a Fiumei úti 48-as parcellában, elég komoly, tehát az akkor még élő 48-asok tiszteletadása mellett. Aztán az egyik leány testvére, aki Újpestre jött férjhez, egy ügyvéd úrhoz, ő hozatta aztán ide a holttestet, és az obeliszkje az valóban itt áll a Megyeri úti. 20. század első harmada, egy legendás sportoló, Újpest egyébként sem szűkölködik a legendás sportolókban. Halasi Olivér, aki úgy volt a vízilabda válogatottnak a tagja, és kétszeres olimpiai aranyérmes, egyszer Los Angelesben, egyszer pedig Berlinben, 32-ben és 36-ban, hogy alkalmasint egy úszóverseny, vagy egy másik döntő, világverseny döntője sem akadályozta meg abba, hogy egy órával később beugorjon a csapattal a vízilabda medencébe, és mondjuk megnyerjen egy olimpiát. Mindezt ráadásul tette úgy, hogy a fél lábát, vagy legalább lábszártól ő amputált volt.
Igen, igen, hát egy a bal lába villamosban esett valamikor 10 éves korában. Ugráltak le föl, lökött gyerekek, ahogy egyébként ahhoz kell, csak neki nem sikerült. Neki sajnos, hát valószínűleg nem először nem sikerült, hanem nyilván egy alkalommal szegény. Így aztán ez őt, miután már akkor is úszott és sportolt, nagy trauma volt ez számára. De valahol úgy jött ki ebből, hogy akkor is bebizonyítja, hogy ér annyit, mint az egyébként idézőjelben egészséges embere. És... Hát érdemes megnézni, egyébként rákeresni az interneten is lehet róla találni egyébként régi fényképeket, hogy az egyébként sem ilyen könyvelő testalkatú vízipólós csapattársainál is másfélszer szélesebb volt, olyan szinten dolgozott azon, hogy ezt a testi hátrányt, ami a bal lábának a hiányát jelenti, ezt ledolgozza. De pontosan, pontosan. Érdekes, hogy egyébként könyvelő volt, mert ugye számtisztje volt a városházának. Tehát volt polgári foglalkozása is a rendszeres sportolás mellett. Hát Istenem véget ért, ugye tudjuk, hogy egy elég kellemetlen szituációba került be, tehát nem ellene irányult ez a tevékenység. Egy olimpiai bizottsági ülésről tartott hazafelé taxival Újpestre, amikor egy orosz különítmény megállította a taxit, és a kerekeik, tehát el akarta kérni a taxistól, el akarta kérni, de hogy nem, egyszerűen le akarták szerelni a kerekeket. És hát nyilván ezért beszélünk, és akkor képzeljük, hogy milyen volt egy udvarias kérés az orosz katonák részéről. Igen, tehát nyilván fegyverrel. Na most hát nyilván a taxis ugye ellenállt, Halasi nyilván nem hagyta annyiban, ő is ellenetett, ezért aztán sajnos mind a kettőjüket ott helyben agyonlőtték, természetesen ugye a 4 kerék sokkal értékesebb volt annál. Nagyon sokáig hallgattak róla az újságok, tehát igazándiból a konkrét esemény az, azt kell mondjam, hogy csak az utóbbi pár 10 évben tisztázódott igazán. 2 évvel a halála előtt viszont, hogy az édesapja Vitézi rendnek volt a tagja, volt a Vitézi rend tagságot igazoló gyűrű. Ez Halasi Olivér, ami egyébként, hát próbálj meg fölfogni azokban az időkben, mennyit érhetett egyébként egy ilyen gyűrű, amikor egyrészt bejönnek a németek is, lesz egy nyilas hatalom átvétel, tehát sok mindennek mondható az utcán való sétálgatás, de életbiztosításnak nem. És egy orvosnak ő odaadta, zsidókat is bújtatott egyébként a saját pincéjében, egy orvosnak pedig odaadta a saját az édesapjától örökölt Vitézi gyűrűjét, hogy az orvos ezzel az ellenőrző pontokon átjutva, akár a családját is menekítve biztonságos helyre menekülhessen. Így van. És egyéb más jótékonysági tevékenységet is végeztek. Hát ugye mindenki ismeri az Antalhentes, az egy fogalom Újpesten. Az Antalhentes rokonságában elég komolyan, tehát nem csak anyagilag, hanem sokszor élelemmel segítette a rászorulókat a háború alatt. Erről nagyon-nagyon hosszan tudnak mesélni a leányai. Nógrádi László, a helytörténeti gyűjteménynek a névadója, és nem csak a névadója, hanem ő az alapítója annak a helytörténeti munkának, amely Újpesten, hát több mint dicséretes, engedje ezt meg nekem. És ő tanárember is volt természetesen, azért mondom, hogy természetesen, mert ebben a körben, akik dolgoznak, azok mindig fontosnak tartják azt is, hogy a tudást amennyi fórumon csak lehet továbbadják. Honnan jött ez a fajta helytörténeti érdeklődés itt Újpesten, akkor, amikor tulajdonképpen már teljesen megváltozott a város struktúrájában, a urbanisztikai struktúrájában, lakosság összetételében, létszámában, attitűdjében, értem ez alatt, hogy az a polgári attitűd, amikről egészen idáig most beszélgettünk, azok tulajdonképpen ma már nem úgy képezik a mindennapoknak a részét. Mi az, ami mentendő és egyáltalán menthető? Azért ismerni kell az ő múltját. Tehát ő Erdélyből származik, tudjuk, Zilahon született, katonatiszt volt, aki nyilván volt történelmi érdeklődése. Ez abból derül ki, hogy a háború után a Hadtörténeti Intézet múzeumának lett a főnöke és a rendezője, tehát a létrehozója. Részt vett a Szovjetunióból visszahozott 48-as zászlók visszaszerzésében. Tehát elég komoly diplomáciai munkát is végzett. Valahol
történészként nyilván ő volt az, akinek ez a hobbija is volt, amit csinált. És aztán utána jött a krach, ugye, hogy nem volt megbízható, az 50-es években gyorsan kényszernyugdíjazták, megtartotta a kapcsolatot a volt reakciós katonatiszt barátaival, ezt ő maga mesélte nekem, tehát én nem tudom, és ez volt konkrétan az oka, hogy neki nem maradhatott ott. És valahova a kültelekre, a külvárosba, ugye nem ő volt az egyetlen ilyen, akit Újpestre helyeztek a múltja miatt. És, ez egy ilyen puha internálás. Persze, ugyanakkor viszont, hát és ajánlottak neki egy lakást, ugye két gyermeke volt, neki nem volt mindegy, hogy hova költözhet, és a Megyeri úti iskolába helyezkedett úgy el, hogy szolgálati lakást is kapott, hát szolgálati lakást, egy szobát. Ahol aztán ő történelemtanárként dolgozott, aztán igazgatóhelyettesként ment nyugdíjba. Hogy miért is volt ez? Hát nyilván a Megyer egyébként az egy nagyon érdekes helye Újpestnek. Nagyon sok régi, öreg lakik ott. Na most a diákok, akik oda jártak az iskolába, bizony mesélgettek mindenféléket, hogy itt volt a Károlyi, majd a cselédszálló még mindig, vagy a cselédlakótelep még mindig megvolt, mondom én lakótelepnek. Tehát a tanyaközpont, a tejet onnan hozták, legelő volt a temető mögött az iskolából nézve. Tehát megérintette, gondolom, ez a dolog, és úgy gondolta, hogy létrehoz egy szakkört az iskolában a gyerekeknek, hát mégis van történelem vonatkozása, dolgozzuk fel, nem volt divat a helytörténet az 50-es évek elején, de hát hozza el, amit a padláson talál, kérdezze meg a nagyapját, hogy ez honnan van, mire való volt ez az eszköz, mire használták, miért van most kidobva, stb. És aztán utána, hát sokat kirándultak. Sokat kirándultak hova? A Dunapartra. És a homokban ezt találtak, meg azt találtak. A homok nagyon megőrzi, ugye, tudjuk, nem kell ehhez különösebb tudás, a leleteket. És hát bizony, én valahol így indult el, gondolom, egy iskola, tudjuk, egy iskolai szakkörből. Aztán az, amit ő aztán továbbfejlesztett a sikerekre való tekintettel, és hát jött a 68-ban ugye a fekete-fehér, igen, nem, a kerületek vetélkedője, ami eztnek aztán persze adott egy elég komoly lökést. Radics Béla, legendás korszaka. Legendás, a magyarok történet legendás korszakának legendás szereplője, aki úgy tudott példaképpé válni a rock and roll életformában is, a hangszeres tudásban is, a zenei készségekben is, hogy igazából nem adatott meg neki az, hogy karriert fusson be, de a legnagyobbak között sincsen senki, aki ne csupa piros nagybetűvel beszélne Radics Béláról, mert most a rock szcénáról, vagy a rock and roll szcénáról beszélünk. Olyannyira, hogy ha mindenki által retteget, Erdős Péter sem tudta egyszer sem azt mondani, hogy ez a fiú nem tud gitározni. Hát nem, nem. Az élete erről szólt. Nem volt egy megalkívó típusú, azt nem mondhatjuk rá. Tehát mindenhol azt a tudást, azt a hát vele született őstehetség volt igazándiból, azt vitte tovább együttesről együttesre, az általa alapított együttesekről beszélek. Elsősorban hát nyilván a Tűzkerék az, amelyik a legnagyobb múlttal rendelkezik, és hát mi köze volt Újpesthez? Angyalföldön élt, ugye, ott született, nagyon sokat járt Újpestre, a munkás otthonba, klasszikus munkás. A 60-as években a munkás otthon volt az a lázadó ifjúságnak a színhelye, ahol nagyon sokat koncertezett. 60-as, 70-es években a Tűzkerék, az első, második Tűzkerékkel, többel is. És aztán utána a 70-es években megint visszatért, ugye, amikor hát végül is országos hírű, vagy világhírű volt, európai hírű ember volt, ugyanakkor általában azért Magyarországon koncertezett szinte mindig. Különböző formációkban. És visszatért az Adiba, a Derkovics ifjúsági klubba. Nagy híre volt a Derkovicsnak. Azt hiszem, hogy ő nem biztos, volt ez pontosan érzékeljük egyébként, most sőt biztos vagyok benne, hogy nem, hogy az, hogy egy korosztályból nemzedék válik, abban mennyit jelentett az, hogy akkor abban a formában létezett a tűrt alatt egy szinttel, és talán a tiltott fölött egy picikével, az a fajta zenei világ, az a fajta kifejezőkészség,
amit a korai beat vagy rock nemzedék képviselt, és ami számunkra talán még furcsább, amit az imént említett is. De a ezeket... munkás otthonokban, munkás szállókban ezek nagyon komoly gyökeret tudtak verni, és onnan tudták megtermékenyíteni azt a fajta kulturális közeget is, amit már nem tudott elkerülni mondjuk a magyar televízió, hanem egy kimit tudott kellett hirdetni. Pontosan, hát a szövegeik azok ugye abból az életből, az ő szövegei abból az életből származnak. Ez az egyik. A másrészt a rádióban nem lehetett hallani tűzkeréket. Tehát vagy elment az ember és ott helyben meghallgatta. Ezek zarándok helyek voltak ezek hogy a zenekari klubok. Persze. Hatalmas és hatalmas tömegeket vonzott. Legalább nem véletlenül szinte végig koncertezte az ország a nagyobb városait, de a legkisebb falvait is. Alapvetően, úgyhogy még halála évében, még 82. februárjában még fellépett az Adiban. Gyökösi Endre református lelkész volt, pszichológus, egyházi író és költő. Az ő emlékezetét is őrizzük. Egyház alapító. És egyház alapító. Igazándiból az ő személyisége az, aki azon a tanító volt. Olyan értsük ember, ezt a szót. Tehát ez, igen. Igen, a klasszikus értelembe vett tanító, a kis füzetei, könyvecskéi, amik sorozatban jelentek meg, hát én nem is tudom, hogy antikváriumban mennyire lehet hozzáférni. Olyan gondolatai voltak az életről, a családról, a hétköznapokról, amik valóban tanítások voltak. Van egy idézetem, hogyha lesz rá idő, akkor azt elolvasom. Figyeljük, tessék, nyugodtan olvasd rá idő. Nagyon-nagyon kedvelem, és azt hiszem, hogy a mai időszakban ez talán nagyon fontos. Tulajdonképpen semmitől nem kellene úgy félnünk, mint a félelemtől, mondja. A félelem az alkotó, a teremtő erő ellentéte. Szűkíti az ember látótávolságát valóságos és átvitt értelemben egyaránt. Szétszórtá esetleg széthasítottá teszi az egyéniséget. Elzsibbaszt esetleg megbénít teljesen. Ezek érthető szavaknak, mondatoknak tűnnek, csak mi mennyi megélés kell mögötte legyen, bizony, hogy ezek bizony így összeálljon. Az ő élete valójában tényleg erről szólt. Az, hogy ő létrehozta ezt a kis egyházat, az Újpest Újvárosi Református Egyesületet, illetve közhitközséget, az Attila utcában van ez a testület. Igazándiból ő nekik azt hiszem, hogy az alapvető munkája abban van, hogy ezt a tanítást átvitte ezekben az emberekben, és ápolják, és gondozzák is ezt. És azt gondolom, hogy Gyökösi tanár úrnak tanítani kéne őt. Szóval én úgy gondolom, hogy föl kéne eleveníteni, mert azt hiszem, hogy iránymutatást ad hívőnek is, nem hívőnek egyaránt. Mert a hétköznapokról beszél. Talán ez, amit idézett tőle, ez is, meg akik ismerték, és akár a prédikációinak voltak fültanúi, vagy akár csak a magánbeszélgetésekben, rendre ez a róla visszatérő vélemény, hogy olyan formában közvetítette azokat az értékeket, amelyeket az életben követni érdemes, hogy az nem függött, azoknak a tartalma, az értéktartalma nem függött egyáltalán semmilyen fajta felekezeti hovatartozástól. Abszolút nem. Abszolút nem. Volt alkalmam találkozni az özvegyével, egy svájcból ide származott hölgyel. Rukrein Hildnek hívták, Reini néni tüneményesen tudott arról beszélni, hogy egy olyan embernek szentelte ő az életét, aki a másokért élt. És valójában az egész élete, az utolsó pillanat, élete utolsó pillanatáig írt és dolgozott. Tehát olyan mennyiségű anyag van mögötte, leírt tanítás van mögötte, amit én úgy gondolok, hogy még egyszer mondom, mindenképpen tanítani kéne. A kitartó, elhivatott, a másokkal együtt való küzdést nagyon szépen példázó életek általában a komoly teljesítményt elér sportolóknak az életei. A legutóbbi hős, aki a megyeri temetőbe került, Göröcs János, Göröcs Titi, legendás volt az Újpest csapatában, Bene Ferencnek, a Várhidi családnak, Várhidi Pálnak, ifja Várhidi Pálnak a sírja is itt található, rajta az UTE
címerrel együtt. Az ő emlékezetük az viszont nem egy olyan fajta emlékezet talán, amely valóban csak a múltnak a részévé válik, hiszen a csapat, a sport, ami identitást ad egyébként Újpestnek, az továbbra is itt van. De hát a hősökre persze emlékezni kell. Hát hogyne. Ő volt egyike azoknak a csillagoknak ugye a sportvilágában, akik azt hiszem, hogy mindig megmaradnak. Hát nem véletlen, ugye ő is Újpest örökös bajnoka. Egy halom kitüntetés birtokosa, amit szintén a várostól is kapott, hát végül is díszpolgár is. De azt kell mondjam, hogy egy olyan személyiség volt amellett, hogy nyilván annak idején a Zöldfűvön, amíg ezt tehette és tette, addig is klasszis volt, de utána is visszatért a csapathoz, tanította, már csak kedvelésből, szerelemből. Nem tűnt el, ő nem lakott Újpesten, mindig kijárt, mindig ott volt, a csapatnál is. Azt hiszem, hogy a kedvessége, a közvetlensége, legalábbis engem személy szerint az hódított meg. Én nem vagyok egy elvetemült szurkoló, de még kevésbé elvetemült sem. Tehát én azt gondolom, hogy azok a sportolók, akik ugye a nagy csapat tagjai voltak, ők közülük sokan, nagyon sokan, mint ember is példaképet jelentettek. Tehát nem mint sportoló, hanem itt lakott. A Szuszáról beszélve, vagy a Bene Ferencről beszélve ugyanígy lehet nyilatkozni, vagy akár ugye a csapattársról, az ifjabbik csapattársról, Törőcsik Andrásról, tehát, vagy a Dunaiakról, ott is voltak hárman. Tehát egy csomó olyan fiatalember volt, akik ma is úgy érzem, hogy abba hagyták a tényleges, effektív futballozást, de ugyanakkor viszont ott vannak, és dolgoznak, és odafigyelnek, és én azt gondolom, hogy talán egy kicsit jobban kellene rájuk hatni az ifjúság nevelésében. Halottak napja és minden szentek ünnepe, emléknapja alkalmat ad arra, hogy kilátogassunk a temetőbe, és vannak szeretteink mindannyiunknak, egyszer majd mi is valakinek a szeretteiként ott leszünk ezekben a temetőkben, de amikor kimegyünk és gyertyát viszünk, mécses gyújtunk, virágot helyezünk a sírokra, időnk engedi, meg vagyunk olyan lelki állapotban, érdemes egy kicsit körbe sétálni, és megnézni azoknak a sírját is, akik azért a településért, ahol élünk, ahol dolgozunk, próbálunk nyomot hagyni magunk után, ők már nyomot hagytak, és példát adnak nekünk. Emlékezzenek együtt, vigyázzanak egymásra. Viszontlátásra!